már az elmúlt időszakban azt gondolom nagyon fontos gólokat szereztél, nagyon jól játszol, látszik az, hogy érzed a játékot, de hogy látod ezt, hogy érzed magad most a csapatban, és hogy milyen a csapat? Igen, jó megy szerencsére mostanában a játék, amivel hozzá tudok tenni a csapat győzelmeihez. De tényleg a legfontosabb az, hogy nyerjük a meccseket, zsinórban 3 meccset nyertünk, ez magáért beszél szerintem. Ma volt egy óriási helyet, ami kimaradt, te nem zavart, ezt tényleg megzavart valamennyire? Eléggé, már én úgy éreztem, ha berúgtam, akkor szerintem eldőlt volna a mérkőzés, hogy a Gyirmótnak nem nagyon volt helyzete, sőt szerintem nem is volt, nekünk voltak még lehetőségeink, az 3-0, úgy mentünk abba a fél időbe, szerintem ott már nem lett volna annyira lelkileg a Gyirmót, hogy vissza tudjon jönni a meccsbe. Utána kaptunk egy gólt ugye a helyzet után, a fél idő előtt, és nagyon kell szenvedni, hogy megnyerjük a mérkőzést. Valtán Robert azt mondta az értékelésének a végén, hogy nagyon jó formában vagy, sokat fejlődtél, és akár még a válogatottság is meg lehet. Célod az, hogy a válogatott közelébe kerülj? Hát persze, mindenkinek igazából szerintem az a célja, amikor elkezdi a focit, hogy egyszer majd a 11-ben szerepeljen. Ez nem az én tisztem eldönteni, Rossi ismer engem, ugye együtt nyertünk bajnokságot. Ha behív engem, akkor én nagyon boldog lennék, de most nem gondolok erre, csak a következő meccsre koncentrálok mindig, és örülök tényleg, hogy most jönnek a gólok.